Sziasztok! A mai magyar órán egy nagyon aranyos mesét fogok nektek elolvasni, 10 testvérről. Mészöly Miklós nyomán született ez a mese. De még mielőtt elkezdenénk, szeretnék nektek egy kis hívóképpel, egy kis hívómondókát felolvasni. Ugye ez elment vadászni, ez meglőtte. Ez hazavitte, ez megsütötte, ez az icike-picike pedig mind megette. Rá fogtok jönni, hogy miért jöttem nektek elő egy nagyon picikori mondókával és képecskével. A mese, amit olvasni fogok nektek, az nagyon hasonló témában íródott. Nézzük, hogy ki írta ezt a mesét. Mészöly Miklós 1921-ben született, Szekszárdon, Magyarország területén, író, szerkesztő, dramaturg, és még ezen kívül jogász, és nagyon-nagyon sokféle foglalkozást űzött. Ő volt az, aki ezt a történetet is írta. És akkor még ti nézegetitek a képecskét, amit nem a könyvből fényképeztem ki. Addig én felolvasom nektek a mesét. A 10 testvér. Volt egyszer egy kerek erdő, a kerek erdőben egy pici ház. A pici házban 10 testvér lakott, senki más. De ez a 10 testvér úgy hasonlított egymáshoz, mint a 10 ujjam. Volt közöttük kicsi, volt közöttük nagy, és volt közöttük egy legkisebb, mint a kis ujjam. Történt egyszer, hogy a 10 testvér nagyon megéhezett. Azt mondta a legnagyobb: rettentően éhes vagyok, mire a másik 9 is zúgni kezdett, mi is? És bementek gyorsan a kamrába, beszagoltak mindegyik sarokba, de bizony semmit se találtak. Csak egy árva kukorica szemet, de még annak a felét is megrágta az egér. Menjünk el vadászni, kiáltotta a legkisebbik. A 10 testvér menten útnak indult. Mentek, mendegéltek, elől a nagyobbak, hátul a kisebbek, utolsónak a legkisebbik. Hegyezték a fülüket, járatták a szemüket, de semmit nem találtak. A tenger nagy réten csak fű volt és virág. Aztán hirtelen megállt az egyik testvér. Ott van Né, kiáltotta. Micsoda? Kérdezték. Hát egy nyúl, ott fut Né. Puskát ide, de rögtön, kiáltott a másik, és már is kapta, fogta, a vállához emelte, aztán durr, lelőtte a nyulacskát. Mire gondoltok, mi történt utána? A harmadik testvér odaballagott a nyúlért, a negyedik a vállára vette, az ötödik hazavitte, a hatodik megnyúzta, a hetedik feldarabolta, a nyolcadik megsütötte, a kilencedik tányérba rakta, és a tizedik, aki olyan nyiszlett kicsike volt, mint a kis ujjam, az egész nyulat egymaga megette. A 9 testvérkének csak a nyuszi farka maradt. Így hangzott a mese. És most már nyilván értitek, hogy miért pont ezt a mondókát hoztam nektek így az óra elejére. Az olvasókönyvünkben, ahogyan láthattad is a kezemben, a 79 és 80. oldalon találod meg ezt a mesét. De beszélgessünk egy kicsit arról, hogy volt-e olyan szó, vagy mondat, szókapcsolat, bármi, amit nem értettetek. Ugye nagyon fontos, hogy még mielőtt rátérjünk a többi részére az elemzésnek, akkor megbeszéljük azt, hogy értettétek-e. Én kiírtam párat,
de hogyha van még, akkor nyugodtan kérdezzétek meg a közeletekben lévő felnőttet, és ő meg fogja tudni nektek mondani, el tudja nektek majd magyarázni. Rettentően, ez az első, amit kiemeltem, ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon. Aztán a második sornak az elején láthatjátok, amit még kiírtam, hegyezték a fülüket. Ez mit jelent? Az, hogy hallgatóztak, igaz? Tehát hegyezték a fülüket, ezt nem kell úgy érteni, hogy hegyezővel hegyezték a fülüket, hanem hallgatóztak, ez azt jelenti. Járatták a szemüket. Ez azt jelenti, hogy mindenhova tekingettek, pislogtak, hogy nézelődtek, járatták a szemüket. És végül nyiszlett. Ennek elég sok szinonimáját szoktuk használni. Azt jelenti, hogy picike, aprócska, vékonyka. És hát akkor térjünk is rá arra, hogy kik voltak a mese szereplői. A cím is mondja, hogy a 10 testvér, igaz? A 10 testvér. Tudjuk-e pontosan a nevüket? Nem, igaz? Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy 10 voltak, és a kérdésem az, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeztek akkor mégis. Hogyha nem tudjuk a nevüket, akkor mit tudunk róluk? Milyen tulajdonságaik voltak? Hogyan képzeled el őket? Egyformák voltak-e? Azt mondja a mese, hogy olyan egyformák voltak, mint a 10 ujjam. Hogyha megnézed a 10 ujjad, akkor azok egyformák? Nem, igaz? Azt mondja a mese, volt közöttük kicsi, volt közöttük nagy, volt közöttük a legkisebb, tehát magasságbeli különbséget azt leír nekünk a mese, hogy nem voltak egyformák, nyilván nem is voltak egyidősek, ezzel következtethetünk nyilvánvalóan, de hogy milyen belső tulajdonságokkal rendelkeztek, arra is kapunk utalást a történetben. Mégpedig, hogy ki milyen ügyes volt esetleg, vagy ki milyen kabzsi volt, falánk volt, vagy ki milyen gyors volt, ki milyen találékony volt. Ebből azért lehet következtetni a meséből erre is, hogy azért a belső tulajdonságaik alapján is különböztek, nem csak a külső tulajdonságaik alapján. Nem voltak tehát egyformák, megválaszoltam. Mihez hasonlítja az író a gyerekeket? Hogyha ismét a címre visszakapcsolok, akkor azt mondom, hogy a 10 testvér, és mihez hasonlította őket? Az ujjacskáinkhoz, igaz? Tehát az ujjakhoz hasonlította a 10 testvéreket, ugyanis ujjunkból is 10 van, és úgy hasonlította őket össze, mintha az ujjacskáiról beszélne igazából. Mi volt a testvérek gondja? Ez a következő kérdésem hozzád. Mi volt a testvérek gondja? Hát az, hogy nagyon-nagyon éhesek voltak, igaz? Nagyon éhesek voltak. Ebben a történetben nem szerepelnek szülők, igaz? Tehát itt a 10 testvér élt együtt. És nem szerepelnek benne felnőtt szereplők, tehát nincs a szülő szerep ott, hanem a 10 testvér nagyon éhes volt, és nagyon szeretek volna találni valami élelmet maguknak, igaz? Tehát ez volt a nagy gondjuk, hogy szegények voltak, éhesek voltak. És ezt szerették volna megoldani. De hogyan próbálták megoldani a problémájukat? Úgy próbálták megoldani, hogy saját maguknak próbáltak élelmet szerezni, igaz? Tehát megpróbáltak először keresni, hol? A későbbiekben lesz még ezzel kapcsolatos feladat, hol próbáltak először keresni? Azonnal kimentek az erdőbe vadászni, vagy? Először szétnéztek otthon, igaz?
de nem találtak semmit, és később így indultak el vadászni, hogy hát, ha találnak maguknak valamit. No, de megoldották-e a problémájukat? Ez majd később kiderül. Most egy kicsit térjünk rá a szerkezetére. Először is szeretném tőled megkérdezni, hogy amit felolvastam, a tíz testvér mesét, népmese vagy műmese? Tudjuk-e, mi a különbség? A népmesének ismerjük-e az íróját? Nem ismerjük, igaz? Úgy szoktuk mondani, hagyomány útján, szájról szája terjed, mindig hozzátesznek egy kicsit, vagy elvesznek belőle, esetleg tájegységenként változtatnak rajta egy picit. Tehát a népmesének nincs egy kifejezett írója, a nép költi, a nép adja, tesz hozzá. Még a műmese, az pedig ismert íróval rendelkezik. Ezért nevezzük műmesének. Ez a különbség a kettő között. Tehát a tíz testvér népmese vagy műmese? Műmese, Mészöly Miklós nyomán íródott, ismerjük az íróját. Viszont azért felhívnám a figyelmedet rá, hogy attól függően, hogy műmese, rendelkezik népmesei elemekkel. Mégpedig az tartozik ide, hogy ugye a testvérkék szerencsét próbálnak, hogy a legkisebb egy picit különbözik a többitől. Tehát vannak azért népmesei elemei neki attól függően, hogy műmeséről van szó. Mely sorszámnevek szerepeltek a mesében? Na most itt egy kicsit előhívjuk a matematikát, ugye a magyar órán belül. Mely sorszámnevek? Ugye még a sorszámnevek? Első, második, nem mondom tovább. Mely sorszámnevek szerepeltek? Ezt főleg akkor tudod megfigyelni, hogyha majd egymagad elolvasod, és akkor meg is tudod válaszolni, hogy mely sorszámnevek szerepeltek. Mert bizony szerepelt több is, és ki is van írva. Úgyhogy akkor majd nézd át, hogy mely sorszámneveket hallod, alá is húzhatod egyébként a könyvedben. Aztán, mit nem tudtunk meg a testvérekről, te mire lennél még kíváncsi? Mindig érdekel az, hogy mi a véleményetek, és hogy mit láttok még a történetben. Amit mondjuk esetleg én nem látok. Vagy amikor elbeszélgetünk, és olyan dolgokra világítatok rá, amikre én nem is gondoltam, ez nagyon gyakran előfordul. Ugye nem tudtuk meg a testvérekről azt, hogy mi a nevük. Igaz? Mondjuk. Sorszámokkal jelölték őket, nem tudjuk a nevüket. Nem ismerjük a családi helyzetüket, például. Nem tudjuk, hogy pontosan hogyan néznek ki. Nem tudjuk, hogy pontosan milyenek. Nagyon-nagyon sok titokzatosság van ebben a mesében, mert a tíz testvérkéről nagyon sok információ nem hangzik el. Azon kívül, hogy éhesek, hogy különböznek, hogy hogyan próbálnak szerencsét, nagyon sok mindent nem tudunk róluk. Ezért én kíváncsi is lennék arra, hogy te mire lennél még kíváncsi? Lenne olyan kérdésed, amit még feltennél velük kapcsolatban, hogyha tehetnéd, hogyha lenne, aki megválaszolja. Biztos vagyok benne, hogy van ilyen, amit még érdekelne titeket. Erre mindig fontos egy kicsit továbbvinni ezeket a meseelemzéseket, hogy vajon te még mit tennél, vagy te mit kérdeznél tőlük, te hogyan csinálnád másképp. Te mit tennél akkor, hogyha a testvéreiddel otthon lennél, és nem lenne mit ennetek? Mit csinálnátok akkor? Kit hívnátok segítségül? Hívnátok-e segítséget? Ezek mind nagyon érdekes kérdések, amiket most nagyon szívesen meghallgatnám ezeknek a válaszait tőletek. Az olvasókönyv 81. oldalán van hozzá tartozó feladat, meséhez tartozó feladat, amit én most kiírtam nektek, és szeretném, hogyha ezt együtt megoldanánk. A kérdés viszont egy picit kacifántos, mely
milyen tulajdonságokkal nem rendelkezett a tizedik testvér? Húzd át őket. Még egyszer mondom, milyen tulajdonságokkal nem rendelkezett a tizedik testvér? Ez a kérdés. Tehát milyen nem volt ő? Először is ki volt a tizedik testvér, ugye a legkisebb, igaz? A legkisebb testvérről van szó. Arra bizonyára emlékeztek, hogy mit csinált a legkisebb testvér. Ugye megette az egész nyulat egyedül. No, hát akkor nézzük, hogy milyen tulajdonságokkal nem rendelkezett. Nézzük az első szót. Falánk. Falánk volt ő, vagy sem? Bizony falánk volt, tehát akkor ezzel a tulajdonsággal rendelkezett, úgyhogy ezt nem húzzuk át, ez biztos. Jó szívű. Jó szívű volt? Lehet, hogy volt jó szívű is, sőt, biztosan voltak olyan napok, amikor jó szívű volt, és szívesen megosztotta mással az elemózsiáját, de most nyilván nagyon éhes volt, és a mesében bizony nem volt jó szívű, úgyhogy ezt áthúzzuk. Hogyha megyünk tovább, akkor a következő szó, amit olvashatunk, az a mohó. Kapzsi, mohó szinonímája. Mohó volt? Rendelkezett ezzel a tulajdonsággal? Bizony rendelkezett, úgyhogy nem húzzuk át ezt a szót. Következő, nagylelkű. Nagylelkű volt? A mesében nagylelkű volt? Így kérdezném. Nem volt nagylelkű, úgyhogy ezt is áthúzzuk. Menjünk tovább. Nagy étkű. Tehát sokat bírt enni. Nagy étkű. Igaz ez? Igaz ez, hogy nagy étkű volt? Bizony igaz, úgyhogy nem húzzuk át. Nézzük akkor tovább. Étvágytalan. Igaz, hogy étvágytalan volt a legkisebb testvér? Nem igaz. Mert hogyha azt mondjuk, hogy nagy étkű, akkor az nem lehet bizony étvágytalan. Nézzük tovább. Torkos. Torkos volt? Bizony torkos volt, úgyhogy ezt nem húzzuk át. Szorgalmas. Szorgalmas volt a mesében? A legkisebb? Nem volt szorgalmas, mert csak megette, amit a többiek megfogtak és megsütöttek. Tudod-e? Még egy pár kérdést szeretnék neked ezzel kapcsolatban föltenni. Milyen erdőben éltek a testvérek? Nézzük az opciókat. Négyszögletű, kerek, vagy sötét? Vajon melyik lehet a helyes megoldás? Remélem, hogy otthon már kiabáltad a megoldást. Nézzük. Kerek. Kerek erdőben éltek. Következő. Ki volt a legkisebb a 10 testvér közül? Az első, a harmadik, vagy a tizedik? Remélem, hogy már mondtad a választ. Nézzük, akkor ellenőrizzük le, hogy jól mondtad-e. Biztos vagyok benne. A tizedik, ő volt a legkisebb. Nézzük tovább. Mekkora volt a legkisebb testvér? Olvasd el egyedül most. Mint egy mágszem, mint egy bogárka, vagy mint a kis ujjam. Mekkora volt?
mint a kis ujjam. Akkora volt. Következő kérdés. Hová siettek először a testvérek ennivalót keresni? Ezt, amikor olvastam, akkor próbáltam kihangsúlyozni, hogy biztosan megegyez, meg aztán még beszéltünk is róla az óra elején, remélem, hogy emlékszel rá. Nézzük. A szomszédba siettek, a kamrába siettek, vagy az erdőbe siettek. Nézzük. Először. Az volt a kérdés, arra nagyon figyelj oda. A kamrába siettek, igaz? Tehát először a kamrába mentek be, és ott csak mit találtak? Egy árva, kukoricaszemet, de még annak is a felét megrágta az egér, igaz? Tehát először a kamrába, tehát otthon próbálkoztak először. Neked van még egy-két feladatod. Olvasd el többször a mesét. Ez már egy egészen hosszú, terjedelmes mese, úgyhogy ezzel bőven tudod gyakorolni az olvasást. Ez az első feladatod. Azután pedig tanuld meg az alábbi mondókát, és ajánlom, hogy keresd még olyan mondókákat, amik új kiszámolók, vagy újas mondókák. Hüvelykújjam almafa, mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszette, gyűrűs ujjam hazavitte, a kis ujjam mind megette, megfájdult a hasa tőle. Ezt a mondókát is biztos vagyok benne, hogy ismeritek. Úgyhogy ajánlom, hogy ezt is olvasgassátok, tanuljátok meg, játszatok egy kicsit otthon is, és az olvasást se felejtsétek el. Köszönöm szépen a figyelmet!